az EW8D495MCE típus jelzésű Electrolux hőszivattyú szárítógép, 60 cm széles, ajtófogantyúját is beleszámolva 66 cm a teljes mélység mérete és 85 cm a készülék magassága. Energiaosztályba sorolását tekintve A3 pluszos a készülék, ami azt jelenti, hogy az éves fogyasztása 195 kWh, 9 kg a maximális szárítási kapacitás és 63 decibel a készülék zajszintje. Ha megnézzük a kezelőfelületét, középső gombbenyomásával tudjuk áram alá helyezni, és akkor már tudunk választani a programkínálatból. Ezek között megtalálható a MixCare program, amikor is 5 kg pamut, illetve kevert szálasanyagot egy programon belül meg tudunk szárítani válogatás nélkül, de ettől függetlenül megvan a pamut, szintetikus, illetve kímélő program, gyapjú, illetve sejem program, van egy önálló program a sportruházathoz, tollkabáthoz, kültéri sportruházathoz, van benne egy fertőtlenítő szárítás, egy nagy kapacitású ágynemű program, illetve egy energiatakarékos program. Ugye a kijelzőn mindig a kiválasztott program paraméterei láthatóak, tehát mutatja, hogy hány perces lesz a szárítási ciklus. A szárassági fokot tetszés szerint be tudjuk állítani, ugye van a vasalás száraz, szekrény száraz, illetve az extra száraz végeredmény. Hozzárendelhető egy gyűrődésmentesítő ciklus, 30 perces ugrásokkal egészen 2 órás időtartam kiválasztható ebbe az esetbe. Ha befejezte a készülék a szárítást, és nem vagyunk ott, nem tudunk kipakolni belőle, akkor még 10 másodpercenként jobbra-balra megforgatja a dobot, tehát lazán tartja benne a már megszárított ruhát. Jó, a megfelelő ruhatípus kiválasztása mellett van benne egy frissítő opció, és ez ugye nem szárításra vonatkozik, hanem mondjuk egy szekrényből hosszú ideig ott tárol, de előkerült ruhát át tudunk vele frissíteni, kiszedi a kisebb gyűrődéseket például. Van egy irányváltó opció ebbe az esetben, mert normál körülmények között is jobbra-balra forog a dob ugye a szárítás során. Ennek a dobforgásnak a gyakoriságát, intenzitását tudjuk növelni. Ez főleg akkor célszerű használni, hogyha hosszú ujjú pólót, pulóvert, esetleg hosszú ruhát szárítunk benne, akkor nem fog tudni összegubancolódni. Van egy alacsonyabb zajszinttel történő szárítási opció is. Itt igazából hosszabb idő lesz a szárítás, viszont kisebb nyomással tolja be a levegőt ugye a dobba. Ennek köszönhetően a levegő zubogása nem erősödik fel oly mértékben, tehát például ha éjszaka szeretnénk elindítani, akkor nagyon hasznos tud lenni, illetve ugye ezeket a pittyegéseket, programvégi hangjelzéseket ki tudjuk kapcsolni tetszés szerint. Lehet idővezérelt szárítást is állítani rajta, 10 perces ugrásokkal tetszés szerint be tudjuk állítani, hogy mennyi idő alatt szeretnénk, hogy befejezze a szárítást, amire viszont célszerű figyelni, hogy minél rövidebb a beállított idő, annál magasabb lesz a szárítási hőmérséklet, tehát kényes textíliát, gyapjút, sejmet, ott mindenképpen hagyatkozunk a gyári programra, és ne idővezérelt szárítással próbáljuk megszárítani. Lehet késleltetni az indítást is, ezt 1 órás ugrásokkal, 23 órával előre tetszés szerint el tudjuk tolni, és ugye a készülék wifi hálózatra is kapcsolható, tehát telefonos applikációról, távolról is működik a készülék működtetése. Ezt ugyanezen érintő panel hosszannyomva tartásával tudjuk aktiválni, és akkor onnantól kezdve már a telefonos applikációról is elérjük ugyanazokat a beállítási lehetőséget, amit egyébként a készüléken találunk meg. Ugye a szárítógépnek a sajátossága, hogy egy úgynevezett 3D Sense technológiával érzékeli a betett ruhában lévő nedvesség tartalmat, tehát nem felületi nedvességet érzékel, hanem egy fotocellás rendszerrel a ruha mélyébe is be tud világítani, tehát ott is vizsgálja azt. Ennek köszönhetően tollkabátot, puffy jacket, paplant, párnát, és itt elsősorban az ágyneműre gondolunk, nem a húzatra, azokat is tökéletesen teljes vastagságában képes megszárítani ez a fajta készülék. Ha megnézzük a belsejét, nagyméretű betöltő nyílás mögött látjuk azt a 9 kg töltett kapacitású dobot, amiben kényelmesen elhelyezkedik ez a mennyiségű ruha. A betöltő nyílás alsó részébe kapott helyet az a szűrő, amit néha azért ki kell venni és tisztítani, a ruhából kihullott szöszök fognak ide a lamellák közé szépen összegyűlni, feltapadni, egybe ilyen filztáblaszerűen fogjuk tudni lehúzni, a maradék szennyeződést leöblítve vízzel eltávolítjuk, visszahelyezzük és újra tudjuk használni a készüléket. Alul helyezkedik el maga a kondenzátor, ugye
Itt ezen rácson még lehetnek szennyeződések, de mivel ugye itt hívja be a friss levegőt, az helységben lévő porcicák, szöszök azok, amik ide feltapadnak, nem a ruhából a szennyeződés, illetve nem a ruhából a szösz, mert azt ugye a felső szűrő megfogja, tehát ennek a külső felületét bizonyos időközönként le kell porszívózni, hogy ez mikor aktuális, azt a készülék jelzi a kijelzőjén piktogram megjelenésével, ugyancsak jelzi a kijelzőn, amikor a szőzgyűjtő szűrőt kell tisztítani, illetve azt is, amikor a vízgyűjtő tartály tele van. Ez egyébként ugye a készüléknek a bal felső részében helyezkedik el, lehet ez 2-3-4 szárítás is, mire tele lesz, ez ugye függ a ruha anyagától, illetve nedvességtartamától, illetve a betett ruha mennyiségétől. A készülék Woolmar Blue besorolást kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen kezeli még a gyapjú anyagot is a szárítás során. A szárítógép inverter motoros, az ilyen típusú motorra gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálni kell az electrolux.hu internetes oldalon a készülék vásárlását. Electrolux hőszivattyú szárítógép A3 pluszos energiaosztályba sorolással, 9 kg töltett kapacitással, wifi kapcsolati lehetőséggel, 3D Sense technológiás nedvességérzékeléssel, késletetett indítással, illetve idővezérelt szárítási módozattal.